Ma pontosan 2 hónapos az a gorilla bébi, aki a budapesti állatkertben született december 23-án. Rögtön születése után rendkívül népszerű lett. Azonban a látogatók vaku villogtatása, az, hogy szinte folyamatosan kopogtatták az üveget, ami mögött volt, már annyira megzavarta az újszülöttet, hogy egy idő után már enni sem volt hajlandó. Hogy az életét megóvják, elzárták a nyilvánosság elől. Most azonban úgy néz ki, újra megmutatják a gorilla bébit. Mostantól újra látogatható, de csak szigorú szabályok mellett. Fuchs Ricsi ott van a Fővárosi Állatkert gorilla házánál Hanga Zoltánnal. Ricsi, tiétek a szó. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Most azon a részen állunk, ami ez ideig el volt zárva a látogatók elől. Január 7-én hoztátok ezt a döntést. Működött? Visszatért az anyállat? Kedély állapota? Tudta utána etetni a bébi gorillát? Pontosan így van. Hát ugye azért hoztuk ezt a döntést, mert miután az első 1-2 napban is az állatház zárva volt, ugye ilyenkor szokás, mikor újszülött van, akkor ugye utána a közönség láthatta 1-2 hétig, és valóban azt tapasztaltuk, hogy hát egy kicsi nyugtalan az állat, úgyhogy azért született ez a döntés 7-én, január 7-én, hogy akkor lezárjuk az állatházat, és utána azt tapasztaltuk, hogy azért fokozatosan javul a helyzet, tehát ez az állat nyugtalan viselkedése már megváltozik, úgyhogy tulajdonképpen az, amire számítottunk, vagy amiért ezt a rendelkezést hoztuk, az aztán sikerült is, meg is történt, és hát persze folyamatosan figyeltük az anyállat viselkedését, és hát úgy látjuk, hogy most jött el az a pillanat, hogy újra ugye bizonyos korlátozások mellett meg lehet nyitni a házat. Ezeket a korlátozásokat hamarosan el fogjuk mondani, előtte kérlek segíts, hogy az anyaállat, ugye most látjuk valószínűleg jobb oldalon. Ugye ő? Igen, ugye az anyállatot lehet egyrészt ott látni, másrészt egy idősebb nőstényünket, és ugye ez a mi gorilla csapatunk egy 6-tagú társaság, mert a nyaundán, az anyállaton kívül, aki 17 éves, meg az ő kölyken kívül, csak aki egyébként én. Igen, most mi történt? Megérkezett az anyállatnak, nyaundának az előző kölyke, aki 2010. januárjában született, tehát most nem olyan régen volt, 8 éves, és ő egy kisfiú, és hát tényleg úgy is viselkedik, mint egy jó testvér, egy jó bátyucska, mert hát ő anyát meg a kis testvérét, akiről még nem tudjuk igazán, hogy fia vagy lány, hát őt folyamatosan védelmezi. Azt tegyük hozzá, hogy azért nem feltétlenül a kamerának szólt ez, amikor az előbb te odaálltál, akkor neked is ugyanúgy neked rontott az üvegen most keresztül. Most egy kicsit az szokatlan neki, hogy ugye ők nem olyan régen keltek, és hát itt szépen fel, ugye a gorillák egyébként is szoktak ilyen látszattámadásokat, blöfföket is végrehajtani, és hát igazából most ugye azt lehet egyébként látni, hogy szépen azért a csapat az együtt van, tehát az anyállat, a nyaundán meg a kicsin kívül, ugye van még egy szinte hasonló korú 20 éves nőstényünk, és van 2 idősebb állat is, akik azonosak azokkal, akik még 1989-ben az első alkalommal érkeztek hozzánk gorillák, ugye a csapat vezérhíme is közéjük tartozik. Úgyhogy ő a gyereknek egyébként az apukája. Egy kicsit arról beszéljünk, kérlek, hogy ugye mától lehet látni újra a bébi gorillát. Hogyan, milyen körülmények között, milyen szabályok betartásával lehet jönni? Igen, hát ugye most még nem lehet egész nap, tehát a nyitvatartási időn belül bármikor látni, hanem 12 órától délután 2-ig látogatható most az emberszabású majmokháza, ahol tehát a gorilla csapat és benne ugye az anyállat a gorilla kölyökkel van. Tehát egyrészt a nap folyamán csak ebben a 2 órában lehet őket látni, és ebben az időszakban a munkatársaink, önkénteseink itt szolgálatot teljesítenek, ugye egyrészt azért, hogy mindig egyszerre csak maximum 10 főt engedjenek be ide az állatház nézőterére, másik pedig, hogy nyilván ők arra is figyelnek, hogy mindenki betartsa azt, amit újra nyomatékosan kérünk, tehát azt, hogy persze ebben az időben már lehet látni a gorillákat, de megint azt kérjük, hogy arra mindenki nagyon oda figyeljen oda, hogy fotózáshoz ne használjunk villanófényt, ne hangoskodjunk a nézőtéren, és ne dörömböljünk az üvegen, mert ez egyébként zavarja az állatokat. Elindult egy kicsit az anya. Most, hogyha egy kicsit az operatőr kollégámat meg tudom kérni, innen most egészen jól ki lehet venni a kicsit, hogyha egy közeli képet. Az ajtó fölötti polcon foglal éppen helyet, de most itt egy kis mozgás volt, és azt lehet látni, hogy ott közben éppen ott a karjaiba tartja a kölyköt.
aki tehát mondom most 2 hónapos. És ugye ő egyébként az anyállatnak jön már a második kölyke, de itt a budapesti állatkertben, ahol 1989 óta foglalkozunk gorillákkal, ő összesen az 5. gorilla kölyök. Hát az első 3 ők már teljesen felnőtt állatok, és elhagyták már a szülői házat más állatkertekben, Barcelonában, Madridban és a Shanghai állatkertben az otthoni gorilla családnak az oszlopos tagja is, sőt, hát már utódjuk is van. Ugye a 4. Budapesten született kölyök, ő a Bongo, aki az előbb ezt a szaladgálást itt bemutatta nekünk, és hát ugye a mostani legkisebb kölyök az 5. a sorban. Róla, az 5. legkisebbről mit lehet tudni? Van már neve? Lehet tudni, hogy fiú, lány, és mi lesz a sorsa? Nem adtunk még neki nevet, de ennek legfőbbképpen az az oka, hogy igazából még nem sikerült kétséget kizáróan kifigyelni, hogy milyen nemű. Tehát tippünk már van, illetve az állatgondozóknak van tippünk, hiszen ők azért sokat figyelték az elmúlt hetekben is, de épp erről beszélgettünk velük tegnap, hogy hát még kétséget kizáró módon még azért nem mernék azt mondani, na akkor most kisfiú vagy kislány, úgyhogy ezt még majd meglátjuk, és nyilván, hogyha ki fog derülni, közben Nyaunda itt mozgásban van, és így aztán a kicsit is jobban láthatjuk, most majd átmegy a férőhelyének a másik oldalára, hiszen ez egy elég nagy tágos belső tér. És közben egy nagy testvér pedig figyel. Így van, pontosan. Tehát hogy lesz még miért odafigyelni a kis gorillára, mert még majd ezután fogunk tudni arról beszámolni, hogy mi a neme, és hogy mi lett a neve. Ez és mi lesz a sorsa? Azt lehet már tudni, hogy ő marad itt, vagy pedig a faj megtartási program keretében ő elkerül valahova? Hát ez még egy nagyon jövőbe látó kérdés, tehát ezt a döntést majd jóval később kell meghozni. Ugye azt lehet mondani, hogy az elkövetkező jó sok év de még ő mindenképpen itt, mint cseperedő gorilla kölyök lakik majd nálunk a budapesti állatkertben. Tehát mivel a gorillák az emberhez hasonlóan aránylag lassú egyetfejlődésűek, ezért még sokáig kölyökként láthatja őt majd itt a közönség. És hát természetesen aztán majd 7-8 év múlva már nyilván téma lesz ez, hogy majd akkor ő hova kerüljön. Mint ahogy a budapesti állatkertben született idősebb állatok, akikről beszéltem, ők is most már azóta más állatkertek lakói, de hát addigra még a következő gorilla kölyök is meg lehet majd évek múlva, amíg ő elkerül innen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor ismételjük meg, hogy ma déli 12-től újra látható a budapesti állatkertben a gorilla kölyök. Igaz, egyelőre csak naponta 2 órán keresztül, de mától megint lehet őt látogatni. Köszönöm szépen, a szót visszaadom a stúdiónak.